Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Kopjafalvatás, 80 esztendeje érkeztek Magyarországra a bukovinai székelyek. Folytatódnak a fejlesztések, 45 milliárd forintra pályázhatnak a top 2 során a települések. Faültetés Bátaszéken, 30 csemetét helyeznek el a város két utcájában. Rendészeti verseny, 7 csapat mérhette össze tudását Tolna megyében. A bukovinai székelyek magyarországi visszatelepedésének 80. évfordulója alkalmából állítottak kopjafát a Bonyhádi Székely Parkba Németh Károlynak, aki szorgalmazója volt a népcsoport új hazába költözésének. A megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, a bukovinai székelység a magyarság tudatának és a magyar kultúrához való töretlen ragaszkodásának köszönheti, hogy túlélt minden nehézséget. A bukovinai székelység a madéfalvi veszetelem után 1764-ben jött létre, amikor a megtorlások elől Erdélyből menekültek Moldvába, majd onnan Bukovinába. 1941-ben a magyar kormány hazatelepítette a bukovinai székelyeket, és ennek a folyamatnak a legfőbb szószólója volt Németh Kálmán. Az ő emlékére emelt kopjafát a népcsoport a Bonyhádi Székely Parkban. A bukovinai székelység az egyik olyan magyar népcsoport, amelyet talán a legtöbbször telepítettek át az egyik tájról a másikra, és ahogy a népdalban is hallhattuk Fábián Évától, sehol sem volt maradásunk. Mindvégig úgy ültünk egy-egy földön, hogy bármikor azt gondoltuk, hogy tovább kell onnan menni. Emlékezett meg a történésekről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki kiemelte, ma ez már történelem, hiszen a népcsoport hazát talált magának Magyarországon, és őrzi ősei kultúráját. A bukovinai székek soha nem adták fel a vallásukat, nem adták fel a nemzetiségüket, ragaszkodtak az identitásukhoz, és ezt a ragaszkodást ismerte el 1941-ben a magyar kormány azzal, hogy az egész népcsoportot visszatelepítették Magyarországra. Illés Tibor, a bukovinai székelyek országos szövetségének elnöke azt mondta, a fő feladat ma már azoknak az elemeknek a továbbadása, melyek jellemzik a bukovinai székelységet, és amelyek összetartják a népcsoport tagjait. Azokat az értékeinket élő személyeken keresztül próbáljuk mintaként bemutatni, akikre úgy gondolom, hogy felnézhetünk, és a következő nemzetek is felnézhet. A nap további részében ünnepség keretében adják majd át a Sebestyén Ádám díjat, melyet ebben az esztendőben Fábián Éva népdalénekes érdemelt ki. 774 új megbetegedést igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 827.410 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 16, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 30.275 főre emelkedett. 650 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 100-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 5.905.000-en kaptak. Tolna megyében 5 új fertőzöttet regisztráltak péntek reggelre, így a járvány kezdete óta összesen 17.954-en kapták el igazolhatóan a koronavírust az országnak ezen a részén. 45 milliárd forintnyi fejlesztésre pályázhatnak a top 2-nek köszönhetően a Tolna megyei települések. Ezt Fehérvári Tamás, a megyei önkormányzat elnöke mondta a sajtótájékoztatóján. Emellett a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanácsnak köszönhetően újabb források érkezhetnek a Dél-Dunántúrra. A cél, hogy az új atomerőművi blokkok megépítése után is fejlődő pályán maradjon a térség gazdasága. Az előző uniós ciklusban a TOP keretein belül Tolna megye 40 milliárd forintot tudott felhasználni fejlesztésekre. Sok település élt a lehetőségekkel, amelyek hatása megyeszerte már többfelé látható, mondta Fehérvári Tamás, a Tolna megyei önkormányzat elnöke. A következő 7 éves ciklusban pedig még ennél is több pénz érkezik majd a TOP 2-nek köszönhetően az országnak erre a részére. Bízunk abban, hogy a TOP 2-ben az a megígért 45 milliárd, az hasonlóan fog járni, tehát arra is majd lehet menet közben ráépítenünk.
Mikes Éva a Dél-Dunántúli Gazdaságfejlesztési Zóna kormánybiztosa azt emelte ki, a régió koncepciójának összeállításakor három térségfejlesztési zónát határoztak meg, Kaposvár térségét, Pécs-Mohács térségét és Szekszárd-Paks növekedési centrum térséget. Egy komplex szemléletben óhajtjuk vizsgálni a gazdasági fejlődésnek a lehetőségeit. Erre vonatkozóan tanulmányok készültek, különböző szakmai csapatok dolgoznak ezen, hogy komplexen ezt a feladatot hogyan tudjuk megoldani. Mikulás Brigitta, a Közép-Dunamenti Fejlesztési Tanács elnöke azt mondta, a fejlesztés sorozat három megyét, Bács-Kiskunyt, Fejért és Tolnát is érinti majd. Így 11 járásban összesen 99 településen kezdődnek beruházások hamarosan. Azt szeretnénk, hogyha bárki egy nagyobb befektető és egy új befektető területet, iparterületet keres itt a térségben, akkor adatokkal tudjunk szolgálni. Legyen bármilyen igénye, meg tudjuk mondani, hogy egy területnek a közművesítése mennyi időt vesz igénybe, milyen szolgáltatásokat talál a térségben. Erre határozottan szeretnénk rámenni és ezt erősíteni. A célok között szerepel például az ipari és mezőgazdasági termelés ösztönzése, a magasabb szintű életminőség, a biztonságos megélhetés megalapozása, a fenntartható környezetgazdálkodás, a tudás és technológiai innováció, az innovatív agrár és élelmiszer szektor megteremtése, valamint a zöld zóna kialakítása is. Újabb rekordot ért el hazánkban az üzemanyagár. A benzin és a gázolaj literenkénti átlagára is bruttó 9,9 forinttal emelkedett legutóbb. Ez egyrészt új csúcsot jelent mindkét üzemanyag típus számára, másrészt ezzel a benzin egy héten belül 17 forinttal, a gázolaj pedig 15 forinttal drágult. Tehát a 95-ös benzin literjét 482, míg a gázolajét literenként 493 forintért tankolhatjuk a hazai kutakon. Az autósok akár 50 forintos különbségeket is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Már lehet jelentkezni a bankoknál a hitelmoratórium meghosszabbításáért, jelentette be Szentkirályi Alexandra közösségi oldalán közzétett videójában pénteken. A koronavírus járvány sokaknak okozott fizetési nehézséget, így Magyarország kormánya hitelmoratóriumot biztosított számukra, aminek határidejét most meg is hosszabbították. A rászorulók június 30-áig továbbra is igénybe vehetik a segítséget. Továbbra is élhetnek a hitelmoratórium lehetőségével a gyermeket nevelők, a nyugdíjasok, a munkanélküliek, a közfoglalkoztatottak, valamint azok, akiknek a járvány alatt csökkent a jövedelme. Továbbá azok a vállalkozások is kérhetik, amelyeknek az árbevétele legalább 25%-kal esett az előző évhez képest. Fontos, hogy a bennmaradás nem automatikus, tehát aki élni szeretne vele, annak nyilatkoznia kell a bankjának. Azoknak, akik már képesek a hitel rendezésére, azonban mindenképpen érdemes folytatni a törlesztő részletek fizetését. 30 fát ültetnek el Bátaszéken az Agrárminisztérium jóvoltából. A város pályázati úton nyerte a csemetéket, amit a Budai és a Kossuth utcákban helyeznek el. A projekt célja, hogy javítsák a települések környezeti állapotát. Faültetéshez készülnek elő Bátaszéken, a Kossuth utcában. Az önkormányzat most már évek óta folyamatosan energiát fordít arra, hogy a közterületeken fák kerüljenek elültetésre. Évekkel ezelőtt megkezdtük a Budai utcának a fásítását, és ennek a folytatása van most, ahol nem csak a Budai utcát fásítjuk, hanem a Kossuth-Lajos utcát is. A most elültetésre váró 30 darab fát pályázati úton nyerte a város önkormányzata az Agrárminisztériumtól. A Budai utcában 18 darab díszalma és pusztaszil csemetét helyeznek ki, a Kossuth utcában pedig 12 darab közönséges nyírt és korai juhart ültetnek el. A munkákhoz szükséges eszközök egy részét is biztosította az Agrárminisztérium, úgyis, mint a támasztókarókat vagy a favédőrácsot. Az önkormányzat két évvel ezelőtt folyamatosan önerőből, saját forrásból telepítette a fákat, ahogy elmondtam már a Budai utcában. Az idén ugye ez a helyzet állt elő, hogy sikerült pályázaton nyerjük ezt a 30 darabot. Én azt gondolom, hogy a következő években is folytatni fogjuk a fásítási programot, vagy pályázat útján, pályázatból elnyert fákkal, vagy pedig a saját forrás terhére. A projekt célja, hogy népszerűsítse a vidékfejlesztési program erdőtelepítési támogatásait, és javítsa a települések környezeti állapotát.
A statisztikák szerint Magyarországon egy évszázada folyamatosan nő az erdőterületek nagysága, aminek az utóbbi két évben az országfásítási programmal adott új lendületet az agrártárca. 17 és fél óra alatt 6 embercsempészt és 70 illegális migránst fogtak Tolna megyében. A francia, a 4 magyar és a román embercsempészt az M9-es autóúton, Bogyiszló közelében állították meg a rendőrök, és az ellenőrzés során összesen 70 menekültet találtak a járműveikben. A magukat szír állampolgárnak valló emberek személyazonosságukat nem tudták igazolni, így az egyenruhások visszakísérték őket az ideiglenes határzárhoz. A sofőrökkel szemben a Tolna megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóságán embercsempész és büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást, közülük a legfiatalabb 21, a legidősebb pedig 66 éves. Befejeződött az Idősek hete rendezvénysorozat Bonyhádon. Az utolsó programra az Idősek otthonában került sor, ahol a Városi Zeneiskola tanítványai adtak rögtönzött koncertet. Kiskelemen Eszter intézményvezető azt mondta, jelenleg 16 gondozott él az intézményben, de igen hosszú a várólista. A bentlakók átlag életkora meghaladja a 80 esztendőt. Kiemelte, a lehetőségekhez mérten olyan programokat szerveznek, melyek egyfajta lelki prevenciót jelentenek az idősek számára. Igyekszünk kellő mennyiségű és minőségi programmal elhalmozni őket, hiszen ha tartalmasan telik a napjuk, akkor az nem csak az aktivitásukat, tehát a testi, lelki, szellemi aktivitásukat egyaránt serkenti. 2016 óta minden évben megrendezik a Tolna megyei rendészeti versenyt. Idén az eddig megszokott feladatokon kívül haditornával is készültek a szervezők a résztvevő diákok számára. 5. alkalommal tartották meg a Percemmo rendészeti versenyt a szekszárdi atlétika pályán. A megmérettetésen azok a diákok vehettek részt, akiket a rendvédelmi pálya vonz. Idén 7 csapat mérhette össze tudását. A versenyszámok a rendőrségi fizikai felmérő alapjaira épültek. Nagyon élveztem ezt a mai napot, mivel élményekben és tapasztalatokban gazdagodtunk. Ez nagyon fontos mind az iskolában, mind majd a későbbi szakmánkban is. A feladatok nagyon interaktívak voltak, nagyon jól meg voltak szervezve. Az idei próbatételt színesítette az is, hogy egy kisebb haditornával készültek a szervezők a diákok részére. A tesi órákon mindig elég interaktívan készültünk, míg a többiek játszottak, vagy ilyesmi, addig mi futottunk, gránátot dobtunk, vagy kilettünk érve különböző órákról, hogy lőgyakorlatot csináljunk. Túróci Balázsnak a futás volt a legnehezebb, hiszen a mai versenyen ezt egy gépkarabéllyal a kezében kellett teljesítenie. A verseny célja, hogy összehozzák a rendészeti orientációjú oktatást végző intézményekben tanuló diákokat és pedagógusokat. Ez csak egy ilyen kis válogató, tehát hogy ez egy felkészülés erre a versenyre. Tehát ami az országos, és ott elég komoly a tétje, mert akik az első hárommal benne vannak, azoknak a tanulóknak például, hogyha rendészeti szakgimnáziumban mennek, vagy most már technikumba, azoknak a fizikai felmérő elmarad. A verseny jó hangulatban telt, a diákok igazi csapatjátékosokként küzdöttek a győzelemért. Az első 3 helyezett csapat kupát és érmeket, a többiek pedig egy emléklapot vehettek át. Regionális híreinkkel megyünk tovább. 1 milliárdos fejlesztés a pécsi belvárosban. Megújult az egyházmegyei könyvtár és környezete. Ivartalanítás. Népszerű volt a Magyar Falu program kezdeményezése. A legnagyobbakra pecáznak. Zajlik a 9. nemzetközi balatoni bojlis horgászverseny. Újra várja a kutatókat, érdeklődőket a megújult egyházmegyei könyvtár. Hivatalosan csütörtökön adták át a milliárdos beruházást. A leromlott állapotú épület mellett megszépült a környezete is. A rózsakert rendbetételét is elvégezték a projekt keretei között. A könyvtár 50 000-es dokumentumállományával ad lehetőséget a vallástudományi és helytörténeti kutatásokhoz. A felújítást a magyar állam támogatásából valósították meg.
Ünnepélyes keretek között adták át a pécsi egyházmegyei könyvtár épületét csütörtökön. Teljes berendezéssel várja mostantól a kutatókat az intézmény. Az egyházmegyének egyedül nem lett volna pénze a felújításra, mondta a pécsi megyés püspök. Újjá kellett varázsolni egy épületet, berendezni, és nagy-nagy hála az állami támogatásnak, mert 1 milliárd fölött volt. És azt gondolom, hogy ugyanakkor meg az egyetemet, a várost, Baranya megyét, sőt, ugye most már elindultak az országos könyvtár használatok, tehát bárhonnan lehet kutatni, nem kell fizikailag személyesen eljönni. Itt az egyházmegyei gyűjteményt nyitották meg, ami az elmúlt évtizedek alatt jött össze. Ez komoly értéket képvisel, mondta az átadón Hoppál Péter képviselő. Ez sok-sok hagyatékból és örökségből, meg a kommunizmus szomorú évtizedeiben, ugye szerzetesrendeket feloszlatták, az ő könyvtáraik is itt vannak, különböző kiürült plébániák könyvtára is ide kerültek, úgyhogy azt mondhatjuk, egy nagy tudományos új helyszíne a pécsiségnek létrejött, ami egyben helytörténeti vonatkozásokat is bőségesen rejt a kutatók és a mindennapi ide látogató olvasók számára. Az államnak feladata, hogy bemutassa mindazt az értéket, amit a kereszténység alkotott az elmúlt évszázadokban. Erre példa ez a könyvtár, és nincs igazuk azoknak, akik leszólják ezt a hagyományt, mondta a megnyitón a szakállamtitkár. Sötét középkor, hogy az egyházaknak az értékteremtő ereje az a nullával egyenlő, ezt mi bemutassuk, hogy nem igaz, illetve felülírjuk ezt a gondolkodást. Főleg azok irányában, akik ráadásul most megtagadják a múltat, rombolják elejéket, hősöket, szobrokat döntenek le, könyveket tiltanak be, csak azért, mert az úgynevezett mai politikai korrekt kornak nem felelnek meg. Kereszténység nem csak önmagába zárkozó, hanem kifele nyitó is, ez a könyvtár is ilyen. A pécsi egyházmegyei könyvtár állománya 50 ezer dokumentumot tartalmaz. A neki helyet adó épület és környéke, a Rózsakert 1 milliárd 19 millió forintból szépült meg. Sikeres volt a Magyar Falu programban meghirdetett kisállativartalanítás Somogy megyében. Sok helyen éltek a lehetőséggel, hogy az ingyenes beavatkozással elkerüljék a kutyák és macskák túlszaporodását a házuk körül. Az önkormányzatok előzetes igényfelmérés és az állatorvosokkal történt egyeztetés után pályázhattak. Ő itt Molly, a fél éves keverékkutya, akit gazdái úgy fogadtak örökbe. Mivel hamarosan eléri az ivarérett kort, jelentkeztek az ivartalanításra. Felelős állattartóként fontos számukra kutyájuk egészsége. Hát ezek elég fontos dolgok, sajnos van, ahol nem foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Őt is ahonnan elhoztuk. Hát elég hosszas kezelés kellett neki, hogy helyre hozzuk. Sok baj volt vele, de most már teljesen rendben van, teljesen egészséges. Szőlős Györökön csak nem 50 gazdi jelentkezett az önkormányzatnál az akcióra. Jó részt kutyák ivartalanítására volt igény, de cicák is akadnak. Az önkormányzatnak is érdeke, hogy minél magasabb legyen az ivartalanított házi kedvencek száma, hiszen így kevesebb kóborállatot kell begyűjteniük. Azokat a kóborállatokat, amiket napi szinten esetleg láthattunk a településen, azokat nyilván a gyepmesternek szóltunk, és ő elvitte ezeket. És ebből tanulva nyilván azok az emberek, akik állattartással foglalkoznak, itt a macskára és a kutyára gondolok első körben, ők azért nyilván ezt látták, és megpróbálják állataikat olyan formában is úgy tartani, kezelni, ahogy az a szabályoknak megfelelő. Dr. Kádár Tamás állatorvos szerint az elmúlt években bár emelkedett a vidéki állattartók körében is az ivartalanított házi kedvencek száma, a nagyvárosok még mindig előrébb járnak. Ezek az akciók sokat segíthetnek ebben. Ugyanakkor még mindig sokan vannak, akik érzelmi vagy éppen anyagi okokból nem ivartalanítatják házi kedvenceiket. Pedig egészségügyi szempontból mindenképpen ez lenne a hasznosabb a kisállatok számára. Nagyon sok olyan betegség van, ami összefügg az ivari működéssel. Nőstény szukáknak akár még a cukorbetegségéről is beszélhetünk, mert az ivaros szukáknál ez viszonylag gyakoribb, de ott vannak még akár a fiúkutyáknak a végbél környéki daganatai, magának a herének, a prostatának a daganatai, de ugyanúgy nőstény kutyáknál a méh, illetve a petefészeknek a daganatai, illetve hát idősebb korban akár gennyes méh, ugye úgynevezett biometra alakulhat ki. Az állatorvosok általában még az első ivarzás előtt fél éves kor környékén javasolják a beavatkozást, hiszen a késlekedés folyamatosan emeli az ivarszervi elváltozások, daganatok kialakulásának kockázatát.
Javában zajlik a 9. nemzetközi balatoni bojlis horgászverseny. Idén rekordszámú 121 csapat vesz részt a megmérettetésen. A szombatig tartó versenyen a csapatoknak minimum 5 darab 10 kiló feletti pontyot kell bot végre fogniuk ahhoz, hogy bármilyen helyezést elérjenek. Kétszeres volt a túljelentkezés az idei versenyre, annak ellenére, hogy a csapatokra igazán kemény megpróbáltatás vár a versenyen. 187 órán keresztül lesznek itt a vízparton, ugye itt, ahogy itt is látszik, sátorban mindenki, és ezzel a 187 órával ez a világon a leghosszabb horgászverseny a tudomásunk szerint, ilyen hosszú nincsen másik. A legfőbb szabály, ami az idén változott, hogy 10 kiló fölötti halat kell fogni mindenkinek, legalább 5 darabot, tehát ha megvan az 5 darab 10 kiló fölötti hal, akkor játszik csak úgymond a versenyben. Hiába van már 4-20 kilós hala mondjuk, azzal idézőjelbe nem ér semmit. De nem ez az egyetlen kritérium, aminek meg kell felelni a verseny során. Azt, hogy minden zökkenőmentesen menjen, főbírók ellenőrzik naponta. Az is szabályozva van például, hogy a 4 fős csapatok mennyi csalit használhatnak fel a verseny során. 180 kiló bojlit, illetve pelletet lehet használni, ez környezetvédelmi szempontoknál nagyon fontos. Botok meg vannak határozva. Az, hogy hány csónakja van egy csapatnak, ez mindenkinek opcionális, de mérlegelő állványnak lenniük kell, mindenkinek mentőmellénybe kell lennie, kell lenniük mérlegnek, halvédelmi eszközök, ami ennél a horgászati módszernél elengedhetetlen, és mint láttátok, a táborok, ágyak és mindenféle felszerelés, ami elengedhetetlen ehhez, és nagyon-nagyon sok akkumulátor. Az akkumulátorok nem csak a hajók működéséhez, de a különféle eszközök, mint például a szonár üzemeltetéséhez is elengedhetetlenek. Az óriás pontyok ugyanis eléggé rejtőzködő életet élnek, és csak kisebb kutató munka árán lehet felfedezni őket. Belátunk azért a víz alá, látjuk a mederfeneket, le tudjuk tapogatni, folyamatosan nézzük azt, hogy hol milyen iszapréteget, milyen talajmintát találunk, a talajból mintát veszünk, milyen táplálék lehet ott a halnak, amiért egyáltalán oda jár, és ha ezeket a nyomvonalakat megtaláljuk, akkor nagy reménnyel bizakodva oda letehetjük a szerelékünket, abban bízva, hogy ott el fog jönni a mi kis halunk, amire várunk. A 9. balatoni bojli versenyen már horogra akadt a balatoni versenyek történetének legnagyobb hala is, 30,8 kg-mal. Persze még ez a rekord is megdőlhet, hiszen a verseny hivatalosan szombaton reggel 9 órakor fejeződik be a Balatonnál. 8 helyszínen kóstolhatják végig a helyi bor és gasztronómia különlegességeit a Balaton lellei kishegyre látogatók. Harmadik alkalommal rendezik meg a Murci Fesztivál hétvégét. Idén is számtalan érdekes programmal várják a vendégeket. Nagy izgalommal készülnek az idei Murci Fesztiválra a szervezők. Tavaly a pandémia miatt elmaradt a hagyományos kishegyi bor és gasztro rendezvény, így az ideit már a kiállítók és a vendégek is nagyon várják. Az eső azért esik most, hogy szombatra verőfényes napsütés legyen, legalábbis mi abban bízunk, hogy nagyon szép idő lesz. 11 étterem, 9 borászat, 2 cukrászda, egy delikát üzlet és nagyon sok kézműves árus várja az oda látogatókat. 8 helyszínen lett egy új helyszínünk, tehát most már a Bolemon tanyán is megjelentek az éttermek és a cukrászdák. Nagy változás, hogy esti buli fönt a hegyen nem lesz, szintén a pandémia miatt döntöttünk így, viszont mindegyik helyszínen egész nap zenei programokkal várjuk az érdeklődőket. A kishegyi programok sikere mára elvitathatatlan, hiszen bármilyen legyen is az időjárás, mindig élettel telik meg a rendezvények idejére a térség. Nagyon kevesen tudták régebben, hogy Balaton lellén van egy kishegy, ami tulajdonképpen egy óriási szenzáció, egy nagyon-nagyon szép természeti környezet, nagyon sok borászattal, étteremmel, és ezek a rendezvények ezt hivatottak bemutatni. Tehát arra is jók, hogy megmutassuk az embereknek, hogy hát a déli parton is van egy olyan hegy, ami túrázásra és gasztroturizmusra alkalmas. És ugye a legutóbbi talán az egy tavaszi kishegyi Kortyok és Falatok volt, amikor ömlő esőben pontosan ugyanúgy jöttek fel az emberek, és kirándultak, sétáltak, ettek, ittak, és nagyon örültünk, hogy a Balaton nem csak télen-nyáron, hanem rossz időben is menő. Az idei évben nem csak új helyszín, de új étterem is bemutatkozik a kishegyen, nevezetesen a Rock Burger csapata, akik a déli parton már 3 helyszínen, többek között Balaton lellén is új szint vittek a gasztropalettára. A kishegyi hétvégére a nyári közönség kedvencekkel készülnek. Az idei közönség kedvenc levesünk a kukorica, mexikói kukoricakrémleves, ezt visszük föl, valamint a már évek óta az eladási
listát vezető Deep Purple hamburgerünk, ami lila hagymalekváros, brie sajtos marha hamburger. A kóstolókon túl a delikát kínálatából pedig balatoni és környékbeli termelők sajtjait és egyéb finomságait is hazavihetik azok, akik kilátogatnak a harmadik Murci Fesztiválra szombaton a Kishegyre. Végül nézzük Főbb Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Kopjafalvatás, 80 esztendeje érkeztek Magyarországra a bukovinai székelyek. Folytatódnak a fejlesztések, 45 milliárd forintra pályázhatnak a top 2 során a települések. Faültetés Bátaszéken, 30 csemetét helyeznek el a város két utcájában. Rendészeti verseny, 7 csapat mérhette össze tudását Tolna megyében. Szombat délelőtt a foltokban csak lassan csökkenő párásság, vékonyodó rétegfelhőzet mellett nagyobb rész derült vagy szűrt napsütéses hideg idő várható. Késő délutántól délkelet felől fokozatosan vastagodó felhőzet húzódik térségünk fölé, éjszaka már az eső is eleredhet. Vasárnap és hétfőn előre láthatólag ismét a felhők lesznek túlsúlyban. Hűvös napok jönnek, tartósan az átlag alatt alakul a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!